Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Lakossági fogadóórát tartott a Makó Arénában Botik Anita. Híd és határátkelő is épül magyar családnál. 200 hadgyermek részére osztott 5000 forint értékű vásárlási utalványt a Roma Nemzetiség Önkormányzat. Mintegy 20-an keresték fel az 5-ös számú választókörzet önkormányzati képviselőjét a tegnapi fogadóóráján. Témaként elsősorban közterület fenntartási, csapadék vízelvezetési, illetve járdákkal, utakkal kapcsolatos kérések merültek fel. Augusztusban a Kertész utca végén található magánterülettel kapcsolatos problémák miatt tartott utcafórumot Botlik Anita, ekkor azonban többen jelezték neki, hogy más témákkal kapcsolatosan is szeretnének segítséget kérni a körzetében. Az önkormányzati képviselő ezért egy lakossági fogadóórát is tartott tegnap a Makó Arénában. A top 3-ba a gajazás, favágás, utak, járdák, csapadékvízelvezetés szerepelt. Vannak utcák, ahol vannak problémák, ugye nagyobb esőzésnél a csapadékvízelvezetéssel, vannak olyan közterületek, ahol szárazak a fagaljak, lógnak a fákról, tehát szükséges azoknak rendbetétele. Továbbá nyilván az 5-ös körzet begerizdes az híres a platánfáiról, és nyilván azzal kapcsolatosan is vannak problémák, amelyel most megkerestek engem. Botlik Anitától megtudtuk, bár a mai felgyorsult világban egyre többen a közösségi oldalakon vagy telefonon kérnek tőle segítséget. Mégis érdemes a korábban megszokott fogadóórákat is megtartani, mert erre is van igény a lakosok részéről. Magyar Csanádnál épült meg Csongrád Csanád vármegye első vasbeton szerkezetű hídja, amely még 1940-ben robbant fel. A helyiek évtizedek óta szeretnék az újjáépítését. Nemrég pedig megszületett egy ezzel kapcsolatos megállapodás is Magyarország és Románia között, ami egyben egy új határátkelő kiépítését is jelenti. A megállapodásunk értelmében újjáépítjük a Magyar Csanád és Nagy Csanád között korábban létezett, aztán 1940-ben felrobbantott Maroshidat. Szeptember 1-én jelentett be egy román-magyar közös sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külügyminiszter egy új megállapodást a két ország között, amelynek eredményeként két új határátkelőt hoznak létre. Az egyik éppen a térségünkben lesz, komoly útfejlesztéssel és egy Maros híd építésével egybekötve. Magyar Csanád polgármesterével megnéztük a helyszínt, ahol a folyóban még állnak a régi pillérek is. Ez a második világháborúban egy aláaknázott híd volt, egy villámcsapás következtében felrobbant, és a román oldalon meg is halt egy néhány román katona, és gyakorlatilag azóta, attól az időponttól kezdve nem volt használható ez a híd. A pillér mögött már Románia van. Farkas Jánostól megtudtuk, hosszú ideje szeretnék elérni a híd újjáépítését. Édesanyja már 15 évvel ezelőtt is próbálta rábírni a döntéshozókat, ő maga pedig Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, térségünk országgyűlési képviselőjével is többször egyeztetett erről. A közös erőfeszítéseket végül siker koronázta, ami a polgármester szerint nem csak Magyar Csanád, hanem a környező települések fejlődését is segítheti. Egy lényegesen nagyobb térségnek a gazdaságára is jelentősen foghatni, úgy kereskedelmi szempontból, gazdaságilag turizmus óriási felendülés előtt fog állni, hiszen itt a kerékpárút is lesz ezen a hídon, tehát gyakorlatilag a kerékpár is át lehet majd menni a Romániába, illetve Romániába Magyarországra. Jelentős számú gyáregység van Nagyszent Miklós is környékén, úgy, mint Makón is. Én úgy gondolom, itt a munkaerő szabad áramlás az valóban kézzelfogható lesz. A tervek szerint az új hidat nem a régi helyére, hanem a folyón valamivel feljebb fogják megépíteni. Bár a beruházás befejezéséhez még évekre van szükség. Az elkötelezettség most már Románia és Magyarország részéről is megvan, így tényleg csak idő kérdése, hogy mikor lehet majd átmenni újra Magyar Csanádnál is Romániába. A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 5000 forint értékű tanszervásárlási utalványt osztottak. 200 hadgyermeknek szeretnék a tanévkezdését könnyebbé tenni, tudtuk meg Petrovics Attila elnöktől.
több éves hagyomány már a makói roma nemzetiségi önkormányzat vezetésének a szemléletében, hogy amikor csak tehetik, segítséget nyújtanak a családoknak és a rászorulóknak. Ilyen események közé tartozik például a karácsony, a Mikulás és még számos alkalom. Immáron 4 éve, hogy tanévkezdés alkalmával szintén könnyíteni szeretnének a szülők terhein, hogy könnyebb legyen az iskola kezdés. Azért hoztuk létre ezt a kezdeményezést 4 évvel ezelőtt, mivel nagyon sok családnál vannak hiányosságok, nem minden esetben tudnak mindent beszerezni. Ugye már elindult az iskola, de vannak olyan tanszerek, amit még sok család nem tudott beszerezni. Leginkább ugye táskára szokták fordítani, illetve olyan írószerekre, amit a makói tanszerboltokból le tudnak vásárolni. Legtöbbször egy család olyan 2-3 iskoláskorú gyermek van, de nem ritka, aki miért csak egy. Hozzátette, több mint 1 millió forint értékben vásárolt utalványokat az önkormányzat. Petrovics Attila, a makói roma nemzetiségi önkormányzat elnöke megosztotta, hogy hány gyermek részesült az utalványban. 206 gyereket érint ez a 5000 forintos vásárlási utalvány. Mire tudják beváltani? Hát tanszer, füzet, ceruza, vonalzó, tehát íróeszközökre, vagy éppen az iskolában, ami nagyon fontos. Mint megtudtuk, Makóváros önkormányzata 3 tanszerbolttal van leszerződve, amelyekben be is tudják váltani az utalványokat, melyen minden hasznos információ megtalálható. Ha valaki nem tudta személyesen átvenni az utalványokat a szerdai nap folyamán, az se csüggedjen, mert személyesen keresik fel a napokban a makói roma nemzetiségi önkormányzat tagjai az érintett családokat. Veterán 2- és 4-kerekűek állomásoznak majd szombaton a Makovec téren, ugyanis itt kerül megrendezésre a Marosparti veteránjármű találkozó szombaton reggel 9 órától. A különleges oldtimerek mellett a gyerekek Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjait is átélhetik. Néhány éve annak, hogy a Hagyma Fesztivál kísérő programjaként különleges gépjárművekkel és motorkerékpárokkal találkozhatunk a Marosparti Veterán Járműveket Kedvelők Sportegyesülete jóvoltából, akiknek rendezvényükre a Marosparti Veterán Jármű találkozóra most is sokan jelentkeztek. A szomszédos országokból és a környező településekről, vármegyékből érkeznek majd az oldtimer szerelmesei, Egerből is gurulnak majd be 4-kerekűek a Makovec térre. Ez egyik egy Citroen, egy ilyen 20-as évekbeli Citroen, a másik pedig egy bogárbusz, tehát egy Type 1-es, tehát ez is egy különleges jármű, illetve komáromi tag az egyik barátunk, aki Tatáról jön, de a szlovákiai komáromi vagy komárnói egyesületben van ő tag, ez elég kiterjedt egyesület, Szlovákiába, és akkor onnan jön egy NSU Prince-el, és egy kis autó, és Szabadkáról a szabadkai veteránjárművesektől jönnek 4-en, szintén egy szép autókkal, BMW, Fiat, illetve motorral. Hozzátette, Aradról pedig 6 járművet várnak, amik között lesz például egy Peugeot típusú különlegesség is. Szilágyi László kiemelte, lesznek kordonnal elkerített autók, illetve arra kér mindenkit, hogy csak akkor üljön be a gépjárműbe, ha azt a tulajdonosa megengedte. A veterán autók bámészkodása mellett a gyerekeknek játékkal is készülnek. Ez is szintén visszatérő, hogy a Tóbiás és Balambér közlekedésbiztonsági produkció szintén ott lesz a téren. Most valószínű, hogy elrakjuk előre a kígyógyógyszertárhoz, hogy jobban szem előtt legyenek, és ott ki lehet próbálni a Kressz Parkot, és különböző ott is interaktív játékokkal készülnek. A legtöbb gépjármű és motorkerékpár délután 15 órakor tovább áll Nagyérre, ugyanis ígéretet tettek Lőrinc Tibor polgármesternek, hogy becsatlakoznak a falu nap programjaiba. Akár selfie pont is lehet majd a Hollósi Kornélia utcai nagy parkolóban található falfestmény, mely a héten teljesen elkészült. 2 szegedi képzőművész dolgozott a 38 méter hosszú és 3 méter magas falfelületen, amelyre a makóra jellemző szimbólumok kerültek.
Tavasszal kereste fel Makóváros önkormányzata nevében Barna Gábor, projektirodavezető, Marton Ákos képzőművészt és alkotótársát Vinó Leót, hogy közösen tervezzenek meg egy látványképet, amivel színessé tudnák varázsolni a hollósi Kornélia utcai nagyparkolóban lévő falat. Mivel a festendő felület közel van Makó egyik legismertebb attrakciójához, a Hagymatikumhoz, így nem volt kérdés, mi lesz a főirányzata az alkotásnak. A felfestett szimbólumokat egy emlékkönyvből válogatják. Össze, gondosan odafigyelve a városképre. A Hagymatikum épületének egy része látszódik, majd a ginkófának lesz a egyvirága és termése egész nagyban ráfestve. A szőlő, mint motívum, és annak a levele, akkor még most próbálom végigpörgetni a fejemben a gránátalma, és szerintem ennyi, talán még egy-két dolog, de a végeredménye az egyébként szinte úgymond magáért fog beszélni, mert elég egyszerű, tehát nem absztraháljuk a formákat. Az alkotók a kék szín különböző árnyalatait használták, de mellett a szürke és a fehér színek is dominálnak. Közel egy hét alatt el is készült a remek mű. A művészek egy színtartó és időálló anyaggal dolgoztak, így remélik, hogy hosszú ideig gyönyörködhetnek a makóiak és a városba érkező turisták a legújabb látványosságban. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Lakossági fogadóórát tartott a Makó arénában Botik Anita. Híd és határátkelő is épül magyar családnál. 200 hadgyermek részére osztott 5000 forint értékű vásárlási utalványt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a szeptember 7-ei csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!